kell megosztani. Meg már az élet? No. Hát az első kérdés, amit itt beszélgetve rögtön fölmerült, akik tájékozottak már a tegnapi napon, hogy Karácsony Gergely visszalépett a javamra. Többen mondták, és azt néztem, hogy az interneten is a leggyakrabbi komment az, hogy óriásit nőtt a szemünkben Karácsony Gergely. Megkérdezik, hogy miért és hogyan döntött így. Vagy hogyan tudtam meggyőzni. Karácsony Gergelyt a számokkal meg lehetett győzni. Karácsony Gergelynek is vannak számai. Tegnap mutatott egy számot, ami szerint, ha én lennék Orbán Viktor ellenfele jövő áprilisban, akkor jelen felmérések szerint 7%-kal vernénk Orbán Viktort. Hogyha Dobrev Klára, akkor sajnos elbuknánk.